A Társaság a szabadságjogokért, vagyis a TASZ, Magyarország legaktívabb emberi jogi szervezete. Ha a demokrácia szűknek érzi maga körül, mi taszakodunk önhelyett. Mindnyájunkkal megtörténhet, hogy egyszer lerobbanunk, de beteg jogaink egészségesen is vannak. Azt akarjuk, hogy ezeket mindenki megismerje, hogy szabadon döntsön a kezeléséről, és megkapja a betegségével kapcsolatos orvosi papírokat. Nem csak az állam turkálhat az ön zsebében. Mi pereket indítunk, és felelősségre vonjuk a közérdekű adatokat kezelő intézményeket, ha információkat titkolnak el a nyilvánosság elől, vagyis ön elől. Nyugodtan netezne, ha minden kattintását követné valaki? Mi azért dolgozunk, hogy ön megvédhesse magánéletét, és dönthessen arról, kivel osztja meg személyes adatait. És itt vannak a drogok. Persze ön nem használja, de ha egy barátja vagy hozzátartozója éveket ülne azért, mert füvet szívott. Megérteni, miért akarunk büntetés helyett szabályozást. Szerintünk nem oké, hogy az állam ötször annyit költ a drogfogyasztók üldözésére, mint megelőzésre, ártalomcsökkentésre, kezelésre és gyógyításra együttvéve. Úgy gondoljuk, hogy a súlyos drogbetegeket sem kell börtönnel büntetni, hanem gyógyító szaksegítséget kell nyújtani nekik. Azt akarjuk, hogy fogyatékos embertársaink ne világvégi tömegintézményekben lakjanak, hanem lehetőséget kapjanak az aktív életre és arra, hogy megtalálják helyüket a társadalomban. Jogi eszközökkel lépünk fel a magyar romákat érő hatósági visszaélésekkel szemben. Célunk, hogy a roma közösségek tisztában legyenek a jogaikkal, és ne közösítse ki őket a társadalom. Mindannyiunk érdeke, hogy az újságírókat a tények feltárása és véleményük hangoztatása miatt ne fenyegessék. Ne hallgattathassák el őket sem a hatóságok, sem a sajtószabadságot korlátozó törvények. Fontos tudni, hogy a TASZ állami vagy politikai pártoktól jövő támogatást nem fogad el. Kell magyaráznunk, hogy miért. Szóval ön nélkül nem megy.